A régi tízes iskola 18 éve vette fel a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar alapító tagjának, Kemény Ferencnek a nevét. Azóta minden év novemberében megemlékeznek a neves sportdiplomatáról. Kékesi László igazgató beszédében kitért arra is, hogy nem csak szavakkal, hanem tettekkel is bizonyítja az iskola és tanuló ifjúsága sportos beállítottságát. A 2011-12-es tanévben nem véletlenül lettek az ország legeredményesebb iskolája a diákolimpiai versenyeken. Ezt az eredményt túlszárnyalva lettek ismét a legjobbak. Az iskola tanulói nemcsak a diákolimpiai, hanem a sportszövetségi versenyeken is kimagasló eredményeket érnek el. A műsor és jutalmazás után dr. Jakab házi Némező Mária, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára, Balogó Zoltán, tankerületi igazgató és a diákok helyeztek el koszorút a csarnok falán található Kemény Ferenc emléktáblánál. A napot a szokásos olimpiai bajnokok és sportvezetők nevét viselő, általános iskolák országos futballtornája zárta, amit az egri kemény csapata nyert.